Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Nézőink, a Zetelaki víztározótól köszöntöm Önöket. Kérem, tartsanak velünk ezúttal is, mert gyönyörű az idő. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Zetelaka elsősorban a víztározójáról híres, viszont nagyon kevesen tudják azt, hogy esetleg milyen a zetelaki ember. A Orbán Balázs szerint magas szikár emberek a vendéget szeretettel fogadják, és természetesen, ha a vendég is úgy viselkedik, akkor vissza is várják, bármikor szeretettel. Milyen megélhetési lehetőségek vannak itt Zetelakán? A Zetelakáról egy ilyen szálú igeszerű mondás is van, hogy porból ettünk, fából élünk, tehát elsősorban a történelmünk folyamán is főleg ez irányú volt a tevékenység, tehát zsinelkészítés, deszkamecés, különböző ácsmunkákból tevődött össze a lakosságnak a jövedelme. Jelen pillanatban is nagyon sok cég foglalkozik fakitermeléssel és feldolgozással, faházak építésével, de emellett megjelent a falusi turizmus, amely nagyon sok családnak kiegészítő jövedelmet biztosít. Ezen kívül természetesen a mezőgazdaságban is vannak vállalkozók, gazdálkodók, elsősorban gyors gazdáink vannak, illetve a közbirtokosságnak van nagyobb számú szarvasmarhája. Nagyon sok fiatal helyben is megtalálja a megélhetési forrást. A vállalkozás szempontjából azt el lehet mondani a Zetelakiakról, hogy nagy a vállalkozási kedv. Zetelakán több mint 300 vállalkozás van bejegyezve, annak mindenféle formája, tehát úgy KFT, mint egyéni vállalkozás, mint családi vállalkozás. Rég működik egy ilyen, hogy Prozetia, Zetelakáért alapítvány, amelynek egy jó ideig Ön volt az elnöke. Melyik a legfontosabb teljesítménye? Mi az, amit leginkább kiemelne a tevékenységi köréből? Hát ugye, amíg én voltam az elnöke ennek az alapítványnak, addig több sport tevékenységet szerveztünk, illetve kulturális tevékenységet. Volt nálunk az Orbán Balázs fotótábornak is két alkalommal is itt voltak, illetve szerveztünk fotópályázatot is, de ezen kívül, amit legfontosabbnak tartok, az a Székelykapu program. Erről azt kell tudni, hogy ugye van a megyei tanácsnak is a Székelykapu programja, de a miénk egy évvel megelőzi, tehát mi már 2008-ban elkezdtük ezt a programot, természetesen egy megyei tanács által támogatott pályázat keretében feleltárasztuk a székelykapuinkat, amik ugye, mint bárhol máshol, nagyon gyorsan fogynak. Mi pedig azt terveztük, azt tettük fel célunká, hogy ezeket megmentsük, ezt a folyamatot visszafordítsuk, és az értékeinket bemutatva meggyőzzük a lakóságot, hogy egy székelykapu nem akadály, nem hátrány, hanem sőt előny, és a portának a dísze tud lenni. Ezért első sorban 35 értékesebb székelykaput listáztunk fel, amelyet helyi védettségre javasoltunk, és ezeket próbáljuk évről évre mindig a legfontosabbakat, a legszebbeket, a legértékesebbeket, egyet-kettőt évente megmenteni ezekből. Mi az, amit esetleg kevesen tudnak a víztározóról?
Hát a víztározó ugye elsősorban a 1970-es és 75-ös katasztrofális árvizek után tehát akkor határozták el a megépítését. Végül 1976-ban fogtak neki. És ez 15 évig tartott az építés, 1993-ban került átadásra. Azt kell tudni róla, hogy 44 millió köbméter vizet képes befogadni, és elsősorban ugye árvízvédelmi célból épült, de nagyon sokáig minden egyes kormány az 1993-tól errefele többször meglebegtették azt, hogy ezt vezetékbe fogják, és leviszik egészen Kiskapusig, és a kükülőmenti városokat ebből látják el ivóvízzel. Ez hál' Istennek ez a terv, ez még nem valósult meg, és mert hogyha ez megvalósult volna, akkor turizmusról nem beszélhetnénk itt az Etelaki gát környékén. Így viszont valamilyen szinten az ide látogató turistáknak ez egy kötelező célpont. Nyáron a vize annyira fölmelegszik, hogy lehet akár benne fürdőzni is, viszont nincsen kialakított strand, ami ugye hátrányt jelent, tehát azt el lehet még mondani, hogy a potenciája, a turisztikai potenciája a gátnak nincsen kihasználva. Viszont lehet halászni is. Így van. Így van, tehát a halászat az viszont nagyon sokan keresik fel, akár román turisták is. Én még Szeben környékéről is hallottam, hogy jöttek ide halászni, úgyhogy ilyen szempontból talán még lehetne fejleszteni, lehetne népszerűsíteni az etelaki víztározót. Hogyan látja a jövőt Zetelakának? Zetelaka, én úgy érzem, hogy nem azok a falvak azon a községek sorába tartozik, ahol nagy mértékű a kitelepedés, az előregedés. Ez egy dinamikus községnek számít, folyamatosan fejlődik, és én úgy gondolom, hogy a jelenlegi községvezetés képes arra, hogy ezt a fejlődést akár felgyorsítsa, illetve továbbra is garantálja. Tehát én úgy érzem, hogy az Etelakának van jövője. Hogyan születik meg egy ilyen szervezet? Ugye egy ekkora községben, mint az Etelakán, az ifjúságnak a számaránya is nagyon jelentős, és ezért tulajdonképpen az igény az, ami életre hív egy ilyen ifjúsági fórumot, egy ilyen ifjúsági szerveződést, és ez a fórum a 90-es években elkezdődött, tehát akkor lett az elődje a mostaninak megalapítva, és most 4 éve újjá alakítottuk ezt, szintén az ifjúság igényeinek megfelelően. Melyek ezek az igények? Tehát, hogy milyen aktivitása van? Mennyire kapcsolódik be a közösségi életben? A mostani, az újjáalakult ifjúsági fórum elég nagy teret, illetve elég nagy szabadságot kapott a jelenlegi önkormányzattól. Azért mondom, hogy a most újjáalakult, mert a korábbi ifjúsági fórumok, tehát ahogy működtek, azok mindig mindent maguknak kellett megteremtsenek, kitaláljanak programokat, és tulajdonképpen a finanszírozáshoz, a működéshez és szükséges összegeket is nekik kellett előteremteni. Ezzel szemben a mostani önkormányzat elég szabad kezet ad az ifjúsági fórumnak, az ifjúsági szervezetnek, és amiatt elég széles körű programokat tudnak megvalósítani. Melyek ezek a programok, vagy melyek a fontosabb programok? A legfontosabb az a falunapok rendezése. Az elmúlt 2 évben az etelaki falunapokat, amelyek már egy picit, ha úgy fogalmazhatok, nemzetközivé is nőtték ki magukat, mivel sok testvértelepülésről érkeznek ide vendégek, akik úgy időzítik, hogy mindig június utolsó hétvégére jöjjenek ide az Etelakára, ugyanis akkor szokott hagyományosan a falunap megrendezésre kerülni. És az utóbbi 2 évben ezt az ifjúsági fórum csinálta, és nagyon nagy sikerrel. Tehát a lakossági visszajelzések
alapján is mindenképp ez a rendezvény így, ahogy megszerveződött, minden igényt kielégít. A kézilabda csapat, a lány kézilabda az összes országos címet bezsebelte, tehát messze a legeredményesebb vidéki iskolacsapat az országban. Nem csak a víztározóról híres, hanem van egy olyan, hogy Zete vára. Mi az, amit tudni kell a történetéről? Hát Zete várának a történethez nagyon érdekes. Több régészeti feltárás is volt. Hát sajnos, hogy ezek a feltárások éppen a második világháború utáni időszakban történtek, és a legtöbb azt állapította meg, hogy egy dák vár volt Zete vára. Viszont mi úgy tartjuk, hogy egy ősszékely vár, és erről kapta a falunk is a nevét. Legenda szerint ugye Zeta egy pogány várúr volt, aki környéket uralta, ő építetett ide várat, aztán fiát kitagadta, mert áttért a keresztény hitre, és ennek következtében a vár is összeomlott, mert az Isten káromolta. És van egy érdekes legenda is, ami kötődik a Zete várához, hogy azt el lehet-e mondani? Hát igen, mondjuk a gyerekeknek szoktam inkább mesélni ezt a történelem órákon, amikor Zete lakáról is beszélünk egy kicsit. Hát a történet az azt mondja, hogy miután Zeta vár elsiet, ugye van az a magas domb itt a falun fölött, amely tetején ugye a várnak az alapja, még megvan a maradványai, és hogy az a hegy nyelt el Zeta királlyal, pogány várúrral, illetve a két lányával együtt ezt a várat. És a nép itt úgy tartja, legalábbis itt Zetalakán, hogy minden hetedik évben, Szent György éjszakáján, hogyha éjfélkor holdvilág van, akkor a hegyoldal megnyílik, és be lehet menni Zeta király mesés kincseiből elhozni. Ugye nagyon sokan próbálkoztak kincsvadászok, csak hát azt kell tudni, hogy mikor van a hetedik év, amit ugye nem nagyon tudnak, és éjfélkor éppen holdvilág kell legyen, ahhoz, hogy a hegyoldal megnyíljon. Úgyhogy sokan próbálkoztak, nem sok sikerrel, viszont egy furfangos zetelaki, egy botházi nevezetű bejutott a hegygyomrába. Bemerészkedett, és ott találta magát Zeta király kincses kamrájának a közepén. Kincses kamrában pedig ott ült a két királylány is, aranygyapjúból fonták az aranyfonalat. Botházi illendően köszönt nekik, szóba elegyedett velük, mondták a lányok, hogy maradjon ott velük, mert élete végig ugye milyen sok kincse lesz. Hát azt mondta, hogy ő mit ér a sok kincse, ha nincs akinek eldicsekedjen vele. Ezért lányokat kezdtek kérni, hogy jöjjenek le ők inkább a faluba, az Zetelakára, együtt költsék el ezt a sok pénzt. Lányok erre azt felelték, hogy addig nem jöhetnek ki a hegygyomrából, amíg a tehenek melegen adják a tejet, és az asszonok pedig kovásszal sütik a kenyeret. Hát ugye várhatjuk, amíg ez másképp lesz. De minden esetre azt mondta a Botházinak, hogy ha már elmegy, akkor vigyen magából a kincsekből annyit, amennyit akar. Hát elég mohó legény volt ez a Botházi, és azért minél többet el szeretett volna vinni a kincsekből, ugye kezdte pakolni a talisznyáját arannyal, lányok még ugye marasztalták, tömködték ők is a talisznyáját, nyakába aranyláncokat aggattak, és addig marasztalták, amíg a kakas hajnalt nem kukorékolt. És ekkor a várkapu nagyra bajra becsapódott. Nem csak mohó legény volt ez a Botházi, hanem szemfüles is. Úgyhogy erre a robajra fölfigyelt, és ahogy a várkapu csapódott be, megfutamodott, és éppen csak, hogy kibírt ugrani a résen. Igen, ám, de a kincsek visszahúzták, és a bal lábának a sarkát a várkapu lecsípte. Az így szerzett kincsének nem tudott örülni, mert ákutya vetyélte, úgyhogy öregkorában szegény emberként halt meg, viszont örök életére sánta maradt. Sőt, a családjára is rászállt egy átok.
És az állatok azt mondják itt nálunk, hogy Zeta király átka, hogy ebben a családban minden nemzedékben van egy sámta. Úgy is hívják ezt a családot nálunk, hogy a sámta gotháziak. És ha netán valamelyik nemzedékben nem lenne sámta, akkor egyáltalán lesántítunk, hogy a legendánk megmaradjon. Visszatérve azért egy picit a valós alapokhoz, melyek azok az események Zetelak a történetéből, amelyeket inkább kiemelne? Hát Zetelak a története, ez egész a honfoglalásig visszanyúlik. Azt tudjuk, hogy 1092-ben, Szent László korában Zetelakán már templomot építettek. Igaz, nem itt volt a falu a mostani helyén, hanem fönnebb Zetelvár alatt. Azt a helyet hívják Csellének, vagy Cseleházának napjainkban. A tatárjáráskor, hogy melyik tatárjáráskor nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy az első nagy tatárjáráskor 1241-ben a falu elpusztult, és akkor lennebb költöztek a mostani helyére a falunak. Az 1332-es pápai tized jegyzékben a falu már népes faluként szerepel, udvarhelyszéken, székelyudvarhely után a második legnagyobb falu, befizetett adó alapján megítélve. Betlen Gábortól kiváltságlevelet kap, 1622. szeptember 25-én Betlen Gábor kiváltságlevelet ad a falunak. Ebben mentesíti a falu lakosságát minden rendes és rendkívüli adó alól, sőt még a katonakötelezettségek alól is, viszont ennek fejében évi 100 000 darab zsindelyt kell szállítsanak Gyulafehérvárra a fejedelmi székhelyre. Ugye itt soknak tűnik első mondásra, hogy 100 000 zsindely, de ott abban az időben a falu lakossága majdnem kizárólag a fa megmunkálása, kitermeléssel megmunkálása foglalkozott, és körülbelül 300 család lakta ezt a falut, és a családonként leosztjuk olyan körülbelül 300 zsindely fejenként, amit egy jó zsindely készítő mester egy-két nap alatt el tud készíteni. Tehát ezért volt ez egy kiváltság. És ebben a kiváltságban a fejedelemség korában úgy első Rákóczi György, mint apa Finia is megerősítette a falut. Foglalkozik ön asztalos mesterséggel? Kisgyermekkoromban óta szeretem én a falat. 9-es koromban kezdtem el a faragást. Ezért 1983-tól mondhatom, hogy fával dolgozottam. De mondjam, forvó lettünk, foravallunk, fából, fa mellett születtünk, fából élünk. Melyik a legjobb faanyag? Hát amelyik bogmentés. És a száraz anyag. Most azt nem tudom, mire tetszik érteni, mert nagyon sok féle fa van. Hát például, hogyha mondjuk egy szekrényt kell elkészíteni, vagy bármilyen mondjuk bútordarabot, vagy akár székelykaput, melyik a megfelelő anyag hozzá? Hát az a megfelelő anyag, amely rendeli. Lehet juharfa, diófa, cseresznyefa, tölgyfa, nyarfa, fenyőfa. És nincs egy olyan, hogy egyiket könnyebb megmunkálni, mint a másikon? Hát vannak bizonyos előnye és hátrányai. Például a fenyőfó, az puhábbfó, de viszont több a székelysen, hogy mondjuk bog. És úgy értettük, hogy székelykapukat is készít. Készít. De viszont a legelső mozzanat, ha azt teszik, hogy melyik a legelső mozzanat, akkor az, hogy a fát az erdőbe ki kell választani, és levág. És nagyon jó lenne betartani, csak sajnos ezt a mai világban nem igen tartsák be, hogy a fát, azt tudja ugye nagyjából mindenki, hogy a fának a nervtartalmas növekedése ősszel megáll. Tehát mostantól arrafele egészen márciusig lenne jó kivágni a fát, kitermelni, mert akkor a fának a nedve vissza van húzódva egészen a gyökeréles növekedése megvan ahhoz. Akkor nem dolgoznak benne a bogarak. Jobb a minősége a fanyagnak. Úgyhogy ősszel van, ősztől egész, amíg indul el a fának a növekedése. Hát ez most, erről sok mindent lehetne mondani, hogy mi az, ami számít, mert
Most ebben a rohanó világban van, aki egy olyan kaput szeretne, hogy olyan ne legyen senkinek, abból lesz a végén egy nagy gics, és ha pedig egy igazi székely kaput szeretne, ami 200 évvel ezelőtt, amilyenek készültek, azoknak megvannak azok a régi stílusai. Például Zetelokán milyen jellegzetességek vannak székely kapu szempontjából? Milyen minták? Hát Zetelokán, hogyha visszatérünk a hagyományokra, a udvarhájszéken készültek Zetelokán a legelső oszlopos kapuk. Nem tetszik, hogy mit jelent. Az oszlopos kapu azt jelenti, hogy megvan a kapula, kapulában kidomborodik középen egy minta. És azt nevezik oszlopnak. Az az oszlopos kapu. És akkor mellette még van ilyen indodíszítés. Kedves nézőink, Zetelaki látogatónk végéhez értünk. Én köszönöm szépen figyelmüket, és továbbra is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.